Molnár Jánossal, Belek fürdőközség polgármesterével az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről, valamint az előttünk álló időszak feladatairól beszélgettünk. Üdvözlöm Molnár János Berekfürdő polgármesterét. Melyek voltak az elmúlt időszak főbb beruházásai, fejlesztései? Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Berekfürdőn van néhány pályázatunk, van olyan, amit már folyamatban van, megnyertük és folyamatban van. Ilyenek van egy kerékpárút, ami a településnél, aki ismeri Berekfürdőt, az üveggyártól megy a temető mellett, és a gyakorlatilag a település végéig. Azt a területet érinti ez, ahol elég sok új lakás épül, többen költöznek ki, sok köztük a fiatal, reménység szerint sok kisgyerek is lesz, tehát ott indokolt több minden szempontból egy kerékpárút. Ott van mellett a kertészetünk is, tehát a lakossági közlekedés miatt is indokolt ez a kerékpárút. Erre nyertünk egy faluprogramon belül egy pályázatot. Az most már a készen léthez elég egészen közel van, tehát jó ütemben halad. Hogyha ez befejeződik, akkor következik még két utónak az aszfaltozása. Az egyik a Búzavirág utca, ez BMS pályázat, és egy másik út aszfaltozása, az pedig az üdülő területen is egy gyűjtő út, a Tulipán utca, ez pedig faluprogramos pályázat. Ezeket úgy tervezzük, hogy még az ősszel, tehát télbe át előtt meg lesznek, ez nagy reménységünk. És van még egy negyedik út pályázatunk, ott viszont még nem tudjuk az eredményt, azt beadtuk, még nincs döntés. Ezt egy régóta tervezett a külterületi út, ami hogyha elkészül, akkor ettől azt várjuk, hogy elsősorban a mezőgazdasági gépek nem fognak a településre bejönni, hanem azon keresztül a település határában tudnak közlekedni. Tehát így csökkentve a település teherforgalmát. Elsősorban a mezőgazdasági gépeket, amik sarat szoktak felhozni, főleg nyári időszakban, vagy amikor sok vendégünk van, akkor az egyéb forgalmat is még tovább nehezítik. Tehát ebben nagy reménységünk van, hogy ez is nyerni fog. Ezek az útpályázataink, és van még egy, ami elkészült, egy ugyancsak faluprogramos pályázat, ez a művelődési házat érintette, azon nyílászárókat tudtunk cserélni egy durván 10 milliós forintos pályázatból. Ettől is sokat várunk, hogy részben energiamegtakarítás lesz, részben a régebbi nyílászárók sokkal korszerűbbek most már. Amelyek az elkövetkezendő időszakban megvalósításra kerülnek? Hát, ahogy mondtam, a két aszfaltozás, útaszfaltozás, ami még hátra van, illetve nagyon várjuk azt, hogy az elkerülő útnak a pályázata nyerjen. Az egy nagyobb összegű, az durván 240 millió forintos, abban 5% önerő kell, a többi az támogatás.